Ha beköszönt a tél, lehull a falevél. Mindenki didereg, s meleg otthont remél. A város lelassul, és díszbe öltözik, a szeretet pár napra a szívekbe költözik. A hó lágyan hull, és mindent betakar. Titkon a szívünk vajon mit akar? Így az év végén megállunk egy csendben visszanézni, elmélázni egy gyarló életen. Imádkoztunk-e minden nap az évben? Istennel jártunk-e kéz a kézben? Megláttuk az árvát? Kerestük az özvegyet? A szegénynek nyújtottunk-e segítő kezet? Futunk nap mint nap a boldogság után? Vagy csak állunk és bámulunk bután? Hol reméljük azt megtalálni? Van-e olyan dolog, amit mindig fogunk bánni? Minden időnket a pénzszerzés teszi ki, hogy legyen ház, telefon, új ruha, stán merci. Fáradtak vagyunk, és elszalad az élet, a bűntudat minket elég gyakran éget. Mit tegyünk hát, hogy életünk jobb legyen? Hogy a jókedv arcunkra mosolyt tegyen. Hol találjuk az igazi megoldást, a választ? Ki az, ki tényleg szeretetet áraszt? Az igazi érték nem a földi kincs. A valódi örömnek párja nincs. Az őszinte szeretet Istentől ered, és ő ingyen átadja azt neked. Amit nem árulnak boltba, pénzért nem kaphatod, attól lehetsz boldog, s csak úgy, ha tovább adod. Az otthon melege, békés nyugalma, hívő szív reménye, szívélyes dallama. Évvégi üzenet száll halkan a szélben. Halld meg hát hangját a didergő télben, s hagyd, hogy szívedben változást elérjen.